Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 8-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Erre megadja ez a kártya a választ. Mint ahogy ez a férfi így lóg a levegőben, pontosan ez, amit ő érez, amiről ő elgondolkozik, az annyit jelent számára, hogy ő nem tudja, hogy mi következik. Tehát minden úgy lóg a levegőben, elveszíti a biztonság érzetét. Nincs alatta valami, ami őt megtartaná. Természetesen ez az állapot a félelmeket is mutatja, amiről ő elgondolkozik, mert minden olyan bizonytalanná vált az életében. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez az állarc arra utal, hogy nem látható, hogy mi történik, vagy valaki más viseli ezt az állarcot, és ő nem lát át a dolgokon, nem tudja, hogy mások mit akarnak tőle. Mert minden olyan titokzatos, és az emberek nem mutatják az arcukat. De a jelen pillanatban, ennél a koronavírusnál, az is lehet, hogy ez az állarc ezt a maszkot mutatja, amit sokan most a vírus miatt hordanak, és ezáltal minden olyan bizonytalanná vált számára, amit ő érez, és ami felett ő el is gondolkodik. Amit viszont mutat, ami a harmadik kérdés lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba, ezt mutatja ez a kép. Ez egy teljesen másra utaló kép, mert ez mutatja a biztonság érzetét az anyagiakban is, tehát a jólétet, azt is, hogy tőle most jön egy meghívás, vagy mond valami szépet, kifele mutatja ezt a biztonság érzetét a párkapcsolatban is, és az anyagiak területén is. De ez nincs összhangba azzal, ami őt elgondolkoztat, és nincs összhangba azzal, ahogy ő a dolgokat érzi. A napi kártya mutatja a jövőt, egy életutat, ahol itt minden kivirágzik. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!